Tisztelettel köszöntöm Önöket, az Index és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai Egonnal. Mai vendégem eredeti végzettsége szerint történelem tanár, de hát elég keveset tanított és elég sokat politizált, volt országgyűlési képviselő, a Magyar Gárda és a Jobbik alapítója, az utóbbinak 2006 és 2018 között elnöke, a második reformkor alapítvány létrehozója és átalakítója pártá, Vona Gábor. Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen a meghívást. Az embernek van egy olyan érzése, hogy ez a politizáló életforma, a politikus élet, ez azért egy kábítószer lehet. Tehát ha kimondja azt 2018-ban, hogy ebből elég volt, igaz, azt nem mondta, hogy soha, de soha többé nem lép vissza, de hát 5 évvel később már visszakívánkozik a politikai színpadra. Mi hiányzott ebből? Talán Horn Gyula mondta azt, hogy ha valaki egyszer beleszippant a politika füstjébe, az soha nem, többé nem tudja feledni az illatát vagy szagát, nézőpont kérdése. És ebben valószínűleg igaza van. Én sem tagadom, hogy van ebben valamiféle függelem. Tehát, hogyha valaki megízleli a közéletnek a varázsát, tehát annak az érzésnek az élményét, hogy alakítani lehet, vagy legalábbis annak az illúzióját, hogy alakítani lehet a dolgokon, aztán nagyon magával tudja ragadni az embert, és ezért a politika szerintem egy állandó önvizsgálatot is igényel, meg egy állandó belső harcot is. Tehát könnyen el lehet benne szállni, könnyen tönkre lehet benne menni. Ezt nem utólag látja így az ember kívülről már egy kicsit? Amíg benne van a darálóban, addig is világos ez? Nem, és talán ezért is jó, hogyha az ember tart szüneteket vagy pihenőket. Tehát szerintem az 5 év, ami nekem itt most nem párpolitikával telt, az nekem inkább segített abban, hogy kívülről lássam magamat is, a politikát is, a politikai tevékenységet, úgyhogy ha vissza lehetne tekerni az időt 2018-ba, és ott lenne előtte megint a kérdés, amit az élet feltesz, hogy most akkor hogyan tovább, akkor valószínűleg ugyanúgy döntenék, hogy akkor most tartsunk szünetet. Bár az ott egy kemény helyzet volt, hiszen többet várt magától és a pártjától, és levonta a következtetést, ahogy előzőleg megígérte, ez sem nagyon szokásos. Előbb mondta, hogy alakítani a politikát, ön úgy gondolja, hogy alakított a magyar politikán? Hát szerintem igen. Vagy legalábbis hát hatással voltam emberekre, pozitív és negatív értelemben, ügyekre, mégiscsak a Magyarország gyűlés képviselője voltam 8 évig, egy olyan pártnak voltam a vezetője, miniszterelnök jelöltje, ami nagyon megosztotta a magyar társadalmat, úgyhogy azt gondolom, hogy igen. Ha Jobbikot is belevesztük, akkor a Jobbik robjain ön az 5. pártalapító, hogyha Jobbikot mondom, számoljuk. Tehát ha megnézzük a Volner párt, a Jakab párt, mi volt még, ugye hát maga a Mi Hazánk, ott a Jobbik, és most itt vannak önök. Nem sok ez? Nem túlzás ez? Hát ez azt szoktam erre mondani, az bizonyítja, hogy valóban néppárt volt annak idején, 18 előtt a Jobbik, hogyha ennyi sok karaktert össze tudott fogni, mert azért mondjuk a mai Jakab Péter, aki inkább a DK bal széle, és a mai Toroszkai László, aki meg inkább a mai Fidesznek a jobb széle, egy pártban politizáltak. Tehát, hogy ilyen szempontból ez tényleg egy néppárt volt, hogy ez sok-e vagy kevés, ezt az választók fogják eldönteni nyilvánvalóan. Én annak a híve vagyok, hogy legyen minél több párt és minél több ajánlat. Tehát engem ez az összefogós díj és az állandó összefogási kényszer nem tölt el túl sok örömmel. Tehát ez valahol mégiscsak a társadalmi frusztrációból fakad, hogy mi soha nem szavazunk egy pártra, amivel azonosulni tudunk, hanem mindig szavazunk valaki ellen, és mivel valaki ellen szavazunk, ezért akkor álljunk össze mindannyian, hogy a valaki ellen tudjunk szavazni. Én sokkal egészségesebbnek tartanám azt, hogyha lenne 8-10 parlamenti párt, és koalíciós kényszerek alakulnának ki, és a politika arról szólna, hogy hogyan tudok kompromisszumokat kötni, hogyan tudok hátralépni, úgyhogy közben előre is lépjek. Tehát Ez egy kisebb Fidesz kellene, és egy másik választási törvény, hogy ez a kényszer ez létrejön a magyar politikában. Igen, és most már valószínűleg az intézményrendszer, a választójogi rendszer ezt mind-mind alá is támasztja, de én felvetném azt a kérdést, hogy nincs ennek valamiféle társadalmi oka. Tehát, hogy nem igaz-e az az állítás, hogy a politika olyan, mint amilyen a társadalom. Tehát, hogy lényegében, amit a politikában látunk, és amin sokszor dühöngünk meg, elképedünk, az valójában egy tükör, amiben önmagunkat látjuk. És én hajlok arra, hogy ebben van igazság, aki így közelít a politika felé. De akkor a legjobb tükre Orbán Viktornak van valószínűleg, mert ő értette meg a jelek szerint. Ugye ezt hosszú évek óta elemzők is mondják, magyarázza. Hát én 2018-ban, amikor lemondtam, akkor pontosan ezt mondtam, hogy azt éreztem, hogy nem ismerem és nem értem Magyarországot. És Orbán Viktor megérti és ismeri. Az már egy másik kérdés, hogy ezzel az ismerettel az ember mit kezd politikusként. Mert
én az elmúlt 5 évben nagyon sokat foglalkoztam, vagy igyekeztem a magyar társadalom lelkületét megérteni, mert szerintem ez a kulcskérdés. És én azt gondolom, hogy egy nagyon sérült társadalom, mondjuk egy nagyon sérült ország, egy nagyon sérült nemzet, és én azt hiszem, és nem tudom, hogy ez a nézőket, meg a magyar választópolgárokat mennyire érdekli, de engem nagyon, hogy a politika igazi szintere az ma nem feltétlenül a programok szintjén zajlik. Tehát, hogy most az oktatás, az egészségügy, a külügy, ezek mind-mind nagyon fontos kérdések, és nagyon komoly dilemmák vannak, de van egy olyan meta szintje a politikának, egy ilyen pszichológiai szintje, ahol, amit egyedül a Fidesz tölt ki ma Magyarországon. Miközben látszólag egy választási programja sincs hosszú választások óta. És ez pontosan azt bizonyítja, hogy mert hogy nincs rá szüksége. Mert hogy olyan szinten uralja a tudati szintet, a tudati szféráját a politikának, ami persze a mindennapok szintjén nem látható, de aki politikával mélyebben foglalkozik, és szerintem kell mélyebben foglalkozni, és az ellenzék nagy hibája szerintem, hogy ezen a tudati szinten, ezen a meta szinten nincs alternatíva Orbán Viktorral szemben, mert Orbán Viktor azt mondja, hogy nem mondja ki szó szerint, akkor inkább azt mondom, azt sugallja, hogy én vagyok Kádár János. És, ezen valószínűleg megsértődne, miközben nyilván számtalan megfigyelhető jelenség hasonlít a késői szocializmusra. Lényegében, ha beszélünk olyanokkal, akik ezt felnőtt fejjel és kritikus szemmel élték végig, akkor ők azt fogják mondani, hogy déjà vu érzésük van. Sok mindent leírunk ám ezzel egyúttal, mert hogyha valaki annyi idős, mint én, akkor már emlékszik arra a mondatra, hogy addig jó, amíg Kádár él. Meg addig vagyunk mi itt rendben, amíg Kádár vigyáz ránk. Voltak ilyen mondatok. Menjünk az utcára, ilyen mondatokat fogunk hallani. És Kádár, ameddig nem lett teljesen szenilis, és nem lett reménytelen a nemzetközi környezet körülötte, ez a kettő ugye találkozott, addig uralta is az országot. Nem én mondtam. Valóban így van. Tehát, hogy a magyar társadalomnak van egy passzivitása, van egy, én úgy szoktam fogalmazni, hogy apakomplexusa, vár egy olyan vezetőre, aki leveszi a történelmnek a terhét a vállairól, mert annyira elfáradtunk. Tehát azért egy nagyon nyomorult, nagyon gyilkos 20. századon vagyunk túl. Szerintem elfáradt a magyar társadalom. Nem akar már. Csak úgy hagyják békén. És legyen valaki, aki ezt a szerepet jól viseli, egy karakteres szereplő, aki néha még meg is korbácsol bennünket, néha abuzál bennünket, hogyha így szabad mondanom, de legalább érti a dolgát. És legalább... Orbán Viktorról beszél? Hát, igen. Tehát én azt Orbán Viktor, aki abuzál minket? Igen, Orbán Viktor, így van. Így van. Ő az apa kép, akinek a fogjául ejt, aki fogjul ejtett bennünket, és kihasználja azt a tehetetlenséget, azt a fajta depresszív hangulatot, ami azt a magyar társadalmat a 20. században maga alá söpörte, és ez azért fontos ezekről beszélni, mert nyilván ez csak ilyen tudati, meg szellemi okoskodásnak tűnhet, de ennek szerintem nagyon fontos gyakorlati, politikai következményei, konklúziói vannak, ugyanis számomra az a felismerés az elmúlt 5 évnek, hogy nem Orbán Viktort kell leváltani, hanem Orbán Viktoriságot, vagy az Orbániságot, vagy amit kádárizmusnak hívtak, vagy amit most orbánizmusnak hívnak, ezt kell leváltani valójában. Mert hogyha csak Orbán Viktort váltja le a politika, vagy váltja le az ország, akkor rövid átmeneti, zavaros időszak után megint jön majd valaki, aki ugyanazt a konklúziót levonja, amit Orbán Viktor valamikor 2002-ben levont, hogy akkor egy Kádár János, egy új Kádár Jánosra van szükség, és majd jön 20-30 év múlva valaki, aki azt mondja, hogy ja, hát itt végül csak egy új Orbán Viktorra van szükség, én ezt megadom nekik. És ő lenne az? Én biztos, hogy nem, én pont ez ellen próbálok tenni. Tehát, na jó, de hát közben meg sikerre vágyik, politikát irányítana, politikai folyamatokat benne a kezébe, tehát nyilván a végén egyfajta döntési helyzetet is szeretne a saját kezébe tudni. Persze, csak... Hogyha ez vezet sikerre, persze, csak nem mindegy, hogy az ember kirakja a kártyáit az asztalra. Tehát, hogy én most itt őszintén beszélek arról a társadalmi bénultságról, ami ennek az egész rendszernek, meg az előző rendszereknek az alapját képezte. Amit, hogy mondjam, mondjuk közgazdasági vagy társadalompolitikai nyelvvel kellene megmagyarázni, azt mondanánk, hogy a polgárosodás hiánya. Mert mégis ez is nagyjából erről szól, hogy nincs egy autonóm, szellemileg, anyagilag autonóm, széles középosztály, nincs polgárság. Ez is a Fidesz mondása volt, a polgári Magyarország. És ezért mondtam a 2002-t, mert szerintem ott érte Orbán Viktor, de nem akarok itt a, hogy mondjam, az orbánológia tudományágában nagyon belemenni, de hogy valószínűleg 2002-ben érte őt egy olyan csalódás a választási vereség után, amiből ő szerintem rossz következtetést vont le. Nem azt a következtetést vont el, hogy a polgárosodáshoz még mélyebbre kell menni, még többet kell dolgozni, hanem
hanem föladta a polgárosodást. Hát illetve a sikerhez vezető út keresése vezette valószínűleg oda, amit kádárizmusnak nevez most. Igen, csak még egy pillanatra, hogy, hogy a másik reform, ugye az a kérdés volt itt az asztalon, és azt nem akarom lebegve hagyni, hogy most akkor mi mire készülünk, hogy nem akarunk-e majd mi is ugyanilyen szerepbe kerülni. Hát a másik reformkor ez pont ennek az ellenkezője. Tehát, hogy mi a megalakulásunk... A Fidesz is az volt. Igen, csak mi a megalakulásunk kezdetén azt mondtuk, hogy mi kis színpadon szeretnénk kezdeni, mert az, amit mi képviselünk, tudjuk azt, hogy ez a magyar társam széles rétegei számára nem befogadható, nem szimpatikus, és mi ezt az apró munkát szeretnénk elvégezni. Azt akartam kérdezni abból, amit mondott az előbb. Volt egy ilyen fél megjegyzése, hogy a Fidesz jobb széle a Mi Hazánk. Viszont másik olvasatban a Mi Hazánk foglalta el az önáltal vezetett hajdani Jobbik helyét. Gondolatiságában, üzeneteiben, mondani valójában, megjelenésében sok szempontból. A radikális Jobbik helyét, a néppárti Jobbiknak már csak a jobb, szintén csak a jobb szélét. Hát pont azt beszéltük az elején, hogy hány részre szakadt. Én a radikális Jobbikról beszélek. Hát így van. Tehát, hogy a klasszikus Jobbikról, úgy tetszik. A Mi Hazánk az végülis a 2006 és 2012-13 közötti radikális Jobbik egy ilyen afterpartia. Önök is a Fidesz jobb széle voltak? Hát igen. Hát a Jobbik a kezdeti radikális időszakában jobbra állt a Fidesztől, ez szerintem. Na jó, az egy másik olvasat, hogy jobbra áll a Fidesztől, és hogy a jobb széle alatt. Ja, hogy értem, tehát a kérdés mögött az munkát, összeérte, hogy... Összeérte ez a kettő. Hát szerintem, és ez jó, de jó, hogy ez szóba került ez a kérdés, mert szerintem az általam vezetett radikális Jobbik politológiailag valóban hasonlított a Mi Hazánkra, de a politikai koordinátorrendszerben soha nem vádolták, vagy nem volt vádolató, azt hiszem az a Jobbik, amit én vezettem, azzal, hogy a Fidesz-szel összejátszana. Tehát, hogy az én politikai pályafutásomban vannak változások, elég komoly változások is, de azért egy dolog, vagy két dolog végig jelen volt. Ez pedig az, hogy sem Orbán Viktorral, sem a posztkommunista baloldallal nem kívántam politikai szövetséget kötni, hanem egy harmadik utat, vagy egy saját utat szerettem volna járni, vagy szerettünk volna járni, és a Mi Hazánknál meg azért mindig ott lebeg ez a Fidesszel való összejátszásnak a kérdése. Én nem akarom, erre nincs bizonyítékom, meg nem is akarom őket ezzel vádolni, meg nyilván ismerem őket személyesen. Többük... Nincs kapcsolatuk? Nincs. Semmilyen? Semmilyen. Senkivel a Mi Hazánkból? Senkivel. Ezek a régi barátságok, ezek hol szakadtak meg? Azzal, hogy kilépett a Jobbikból, vagy azzal, hogy megalakult a Mi Hazánk? Egyrészt nem voltak szerintem ezek barátságok, hanem ez inkább egy politikai pártban közös politikai, nem tudom, tagok voltunk, vagy tagtársak, vagy politikai szövetségesek. Hát azért Novák előtt, de mennyire látszólag szoros kapcsolat fűzte össze másfél évtizedet? Látszólag, de nyilván ezt Novák előtt is megerősíteni, hogy azért mi politikailag, hogy mondjam, nem működött a kémia, hogy így fogalmazzak, tehát nagyon sokat vitáztunk egymással. Nem voltunk rosszba, ezt nem mondanám, de azért, hogy barátok lettünk volna, az szerintem túlzás. Hova lett a gárdista vona önből? Az hol tűnt el? Igen, ez is jó, hogy előkerül ez a kérdés, mert ugye nem tartozik az alapműveltség részéhez az, hogy valaki az én politikai pályafutásomat az elejétől a végéig kövesse, és mivel a többség számára a gárdista vona, vagy a radikális Jobbik vezetőjeként tűnik föl, ezért azt gondolják, hogy én ott kezdődött az én politikai pályafutásom, én így születtem, vagy ilyen környezetből jövök. Az én szocializációm nem ez. Én abszolút egy ilyen mérsékelt jobb-közép világból jövök. Fidesz tag voltam 2001 és 2003 között, tehát még a Jobbik megalakulása előtt. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kihoztam létre az első egyetemi szervezetét. Az a városi legenda az igaz, hogy Orbán Viktor hívta a polgári körbe, ahol ő is tag volt? Hát az hogy több, ugye az személyes volt? Az több, mint városi legenda, vagy ez a nyilvános volt. Ugye amikor Orbán Viktor meghirdette 2002-ben a polgári köreit, ez még mindig a Jobbik megalakulása előtt vagyunk, akkor a polgári körébe három fiatal volt, és én voltam az egyik. Jó, de akkor másképp kérdezem. Hogy ment el ennyire széljobbra? Ez 2006. Tehát a 2006-os események, ugye az akkori a Gyurcsány kormánnyal szemben megjelenő utcai tüntetések, amiben nagyon sok fiatal vett részt, azt szerintem úgy, ahogy van, így jobbra tolta a jobboldali fiatalokat különösen. Tehát aki abban a pillanatban 2006 környékén nem ment jobbra jobboldaliként, vagy akár a szélső jobbig, az nem volt jobboldali. És ez nyilván rám is hatott, és ezzel azonosultam, és 2006-ban mi úgy éltük meg. Tudom, hogy ez utólag akár
mulatságosnak, vagy nagyon ilyen inkább cikinek is hangzik sokak számára, de mi úgy éltük meg 2006-ban, hogy mi egy forradalmi szituációban vagyunk, ahol meg kell szabadítani. A Hír TV élőadása is így élte. Igen, igen, és ezzel ott én, meg nagyon sokan még a mi generációnk, vagy legalábbis a mi generációnknak a jobboldali része azonosult. Tehát mi úgy éreztük, hogy van itt egy népnyúzó kormány, amely nemzetközi érdekeket szolgál ki. Hozzáteszem, hogy ebben mind a mai napig látok egyébként azért igazság magvakat. És hogy ettől a kormánytól meg kell szabadítani akár erővel is az országot. Most így utólag azt mondja, hogy hülyeséget csináltak? Hát attól függ mivel? Hát mondjuk a tévéostrom. A tévéostromnál én nem voltam ott, de hogy mondjam, mert azt szoktam mondani, hogy... De a társai nagy számban igen. Ugye Toroszkai László vezette át a tüntetők egy részét a Kossuth térről a tévé elé, igen. És a többi is. Igen. Nyilván vannak annak nagyon csúnya pillanatai, annak a tévészékházasomnak, de hogyha megnézzük, azért nálunk idősebb demokráciákban is vannak olyan tüntetések, amikor kukák borulnak fel, meg összecsapnak rendőrökkel. Tehát nem biztos, hogy egy demokráciának az erejét az mutatja, hogy vannak-e akár nagyon durva tüntetések. De ha megnézzük például a francia válaszokat, rendvédelmi válaszokat erre, azok sokkal keményebbek, mint amit Gyurcsányon mind a mai napig számon kérnek. Mert hát azért, amilyen rendőratokok vannak Párizsban, Lyonban és különböző lángoló városokban időnként a tüntetések során, az sem kevés. Hát nem hiszem, hogy a 2006-os rendőri fellépést azt szerintem az nagyon durva volt. Most itt lehet ilyen hasonlatokat tenni, most a francia rendőrök mennyire nyilván, kemények, de... Nem azt mondom, hogy nem, hanem hogy nem kirívó, hogyha a tüntetéseket nézzük egyik oldalon, akkor a válasz sem kirívó. De akkor ez volt a társadalmi hangulat. Tehát volt egy nagyon erős utcai felháborodás 2006-ban, különösen a jobb oldalon is volt egy nagyon erős, és szerintem ugyanúgy elfogadhatatlan rendőri fellépés, és ezt mondom, hogy ebben az időszakban... Szerintem nagyon sokan, én magam is, ezt nem tagadom, mert ugye a kérdés, az eredeti kérdés az volt, hogy hol van. Hova tűnt hova az tűnt, a vonat? Na, és az akkor ott volt. És ebből 2010-ben, építette a Jobbikot? Voltak éppen ebből a felháborodásból építette a Jobbikot? Szerintem a Jobbik és az LMP a 2006-os Gyurcsány-Ferenccel szembeni társadalmi felháborodásból született, csak nyilván más szociológiai irányokból, az LMP inkább baloldalról, a Jobbik inkább jobboldalról. Kéri Lászlónak volt egy nagyon érdekes mondat, azóta is a fülemben van, ő azt mondta, hogy a Jobbik a rendszerváltás veszteseinek, az LMP pedig a rendszerváltás nyerteseinek a gyermekeiből született, és ebbe szerintem sok igazság van. Úgyhogy igen. Tehát, hogy a 2010-ben bejutunk az országgyűlésbe, és akkor, hogyha most már a kérdésre válaszoljak, 2010 után az országgyűlésben nyilván az ember ott szembesül csomó mindennel. Rájön, hogy az, amit ő a parlamenten kívül gondolt, hitt, az nem feltétlenül úgy van, hogy az ő buborékján kívül még van egy csomó másik buborék, és hogy ezek sokszor szétpukkasztják egymást. Találkozik emberekkel, érik élmények, és 2012-13 környékén éreztem azt, hogy nem biztos, hogy ez a helyes út, de hogy számomra nem, az abban biztos voltam. Azt ugye, tudja, most nem akartam én ebbe a historizálásba belemenni, de végül is beleragadtunk, és egy utolsó gondolatkör erejéig még itt is ragadnék, hogy mind a mai napig azzal kötik össze az ön színeváltozását, megváltozását, megtérését, mindegy, hogy fogalmazunk, bár nem, hogy jött Simicska Lajos, szembefordult Orbán Viktorral, és Simicska Lajos úgy döntött, hogy ő támogatni fogja a Jobbikot Orbánnal szemben, mert látja a Jobbik esélyét a Fidesz-szel szemben. Ezt a verziót és nem hallottam. És voltak éppen megvette a Jobbikot, és megvette önt is vele. Itt az azért nem stimmel, időben nem stimmel. Tehát itt 2012-13-ban... Az lehet, de itt igazából mi nyilvánosan ezt mikor látjuk? 16-ban? Amikor nem, hirtelen a Simicska féle médiabirodalom kedvence lesz a Jobbik. Nem, mert már 13 környékén már elkezdenek engem ugye az újságokban a cukiság kampánnyal támadni, úgymond, vagy legalábbis azon élcelődni. Tehát ugye a néppártosodás megindítása az bőven-bőven megelőzi a 2015-ös G-napot és az utána történteket. Úgyhogy, Simicska sok pénzt rakott az akkori Jobbikba? Simicska nem rakott pénzt a Jobbikba, hanem Simicska lényegében megnyitotta előttünk a birodalmát. Na, tehát, hogy az előttünk lévő dilemma az volt, hogy mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt, kihívói a kormánynak, amelyik éppen akkor megrogyott, mert veszítette el sorba az időközi országgyűlési választásokat, többek között a Polcán mi vertük meg,
És egyszer csak az ölünkbe hullhat a Magyar Nemzet, a Lánchíd Rádió, a Hír TV, az óriás plakátok, tehát hogy ilyen értelemben ez a lehetőség nyílt meg előttünk. Azért ez mégiscsak egy gazdasági termék. Hát hajas, persze. De jutólag azt gondolom, hogy lehet, hogy enélkül is ugyanazt az eredményt értük volna el. Tehát sem jobbat, sem rosszabbat nem értünk volna el szerintem. Múltkor valakivel beszélgetve az merült fel, hogy a keleti nyitás öntől származik. Ugye rengeteget vádolták azzal, hogy mik ezek a kapcsolatok Irán irányába, Oroszország felé, Törökország felé, és hát a kormány csak lemásolta azt, hogy menni keletre. Nyilván nem feltétlenül így van, de mit keresett keleten? Már 2006-ban arról beszélgettünk a Jobbikon belül, hogy Magyarországnak a külpolitikai stratégiát ki kell egyensúlyozni. Tehát, hogy az a egyoldalú nyugati kapcsolódás az nem helyes, és hogy Magyarországnak a geostratégiai pozícióiból, a kulturális kapcsolataiból kifolyólag építkezni kellene keleten, ami már akkor csirájában látszott, hogy meg fog erősödni. Ma már ugye ez szinte közhely, de akkor még ez egy ilyen nagyon forradalmi gondolat volt. Én emlékszem, hogy Medgyessy Péter 2002-3 környékén beszélt először arról, hogy oda kell figyelni Kínára, meg Indiára, tehát ez a bal oldalon is látszott. És ezt mi is így gondoltuk akkor, hogy kelet felé Magyarországnak pozíciókat kell szerezni. De nem mindegy, hogy a keleti nyitáson mit értünk. Tehát hogy azért az, amit a keleti nyitásként a Fidesz megvalósított, hogy ilyen átláthatatlan, és nem is nemzetgazdasági kapcsolatok, hanem inkább a Fidesz holdudvarának politikai és gazdasági kapcsolatai alakulnak ki. Hát azért ez a mi fejünkben legalábbis nem erről szólt. Tehát mi a keleti nyitást azt annak láttuk, ahol Magyarország, a magyar mondjuk élelmiszeripar piacokat találhat, és ezáltal lehetőséget kaphat arra, hogy újra megerősödjön, újra megizmosodjon, mert azért az látszott, hogy az Európai Unión belül nagyon-nagyon nehéz lesz a magyar gazdaságnak, mert egyszerűen nem versenyképes. És ha nem talál piacot, már pedig az Európai Unión belül nehéz piacot találnia, akkor meg kell próbálni keleten. Ez motiválta azt, hogy kelet felé próbáljunk megnyitni. Az iszlámban még mindig annyira hisz, mint akkor? Ugye voltak olyan mondatai, amik nagyon sokat élcelődtek akkoriban, hogy hát lassan át is tér az iszlám hitre. Igen, na hát azért ilyen veszély nem fenyegetett. Én minden világvallást tisztelek, és ugye az ominózus mondat, amikor az iszlám vallásról pozitívan beszéltem, az abból az élményemből fakadt, hogy azt láttam, hogy a vallásnak a mindennapokban betöltött szerepe az ebben a kultúrkörben maradt a legerősebb. És én azt láttam, hogy nyugaton a vallásnak a szerepe, vagy helyzete az visszaszorulóban van. Hozzáteszem, hogy most is ezt látom. Tehát amit a kormány ilyen keresztény Magyarországként épít fel, az szerintem az egy illúzió. Vagy hát a friss adatok vagy pont ezt mutatták, hát, hogy mennyire szorul vissza a hagyományos egyházak szerepe, igen, a magyar társadalomban minden kampány ellenére is. Igen, és ugye addig, amíg a migráció nem történik, addig ezzel senki nem foglalkozott. De abban a pillanatban, hogy a migráció megtörtént, közben a Jobbik vált Magyarországon a legerősebb ellenzéki pártát, nyilván ott magas labda volt, hogy akkor én engem úgy tüntessem föl a kormányzati média, mint valami muszlim bevándorlókat Magyarországra terelő juhász. De hát nem erről volt szó nyilvánvalóan. Ezek a kapcsolatai megvannak még most, hogy megint pártelnök? Hát ugye nekem... Tehát ezek a keleti irányok, az oroszokhoz, Iránba, törökökhöz. Oroszországban semmilyen kapcsolatom nem maradt. Voltam egy ideig ugye az orosz-magyar baráti tagozatnak is vezetője, vagy alelnöke, aztán török-magyar baráti tagozatnak voltam hosszú ideig parlamentben, és ami kapcsolataim megmaradtak inkább kulturális értelemben, az Törökország. És azt én mind a mai napig fontosnak tartom, és ez egy szerintem egy izgalmas vita például, hogy Magyarországnak mondjuk a türk tanácsban van-e a helye, vagy sem. És ez annyira fontos és annyira érdekes vita, hogy ugye most szombaton, december 9-én szombaton, ennyi reklámot bele tehetek itt a műsorba, Budapesten lesz egy rendezvényünk, ahol én és a pártunk alelnöke, Pekárné Farkas Emes, aki egyébként az európai listánknak úgymond gyakorlati értelemben a vezetője, tehát ha bejutunk az Európai Parlamentbe, ő fog kijutni, egymással fogunk erről vitázni. Házon belül is meg is mutatjuk, mert hogy mi a politikába úgy léptünk be, hogy azt szerettünk volna csomó mindenben mások lenni. És akarunk is sok mindenben mások lenni, például abban is, hogy ha van házon belül vita, azt nem akarjuk feltétlenül elrejteni. Ebben a szocialisták voltak élenjárók mindig is. Ha úgy csinálják, akkor ez nem lesz egy hosszú életű történet, bár hát ők is megvannak még.
Egyrészt megvannak még, de ott az általában azok inkább veszekedések voltak. Azt hadd tegyem hozzá, hogy december 7-én beszélgetünk csütörtökön, tehát hogyha szombatról beszél, az december 9-én. December 9-én szombatról lesz már reklámozta, akkor ez a rendezvény. Köszönöm szépen a pontosítást. Na, még egy utolsó mondat, mert ezt azért nagyon nehéz kivírnom. A 444-nek mondta Hajdanában, ha jól emlékszem, hogy az a vád, amit Terry Black fogalmazott meg önnel szemben, hogy ez a melegvád, az egy nagyon kiózanító helyzet volt azzal szemben, ahogy korábban viselkedett a mássággal, vagy egyáltalán másokkal szemben. Ez mennyire ül ez a mondat? Hát én mondtam. Úgyhogy igen, de ez jól hangzik, de ez nagyon mélyen igaz? Ugye az a videó, az egy hosszú, mély interjúból igen. Lett összevágva, úgyhogy ott már nem emlékszem magára a szövegkörnyezetre, de nyilván az üzenete az volt, hogy én megtapasztaltam azt, hogy milyen Magyarország homoszexuálisnak lenni. Tehát, hogy milyen a társadalmi megítélés annak, hogyha valaki homoszexuális. Én azt ugye látja, hogyha ezt a mondatot kiemeljük ebből a beszélgetésből, ez micsoda. Én megtapasztaltam azt, hogy milyen Magyarországon homoszexuálisnak lenni. Igen, erről szól a politikai megbélyegzés. Igen, és mi pont ebből akarunk kilépni. Tehát, hogy én ezt, és akkor ezt el is, ha kell, el is ismétlem még egyszer ezt a mondatot, mert meg akarjuk azt a lécet ugrani, hogy ne hűljön már meg az egész közélet teljesen, hogy lehessen már nyugodtan és őszintén beszélni, és hogyha kiforgatják ezeket a szavakat, akkor forgassák ki, és hogyha valakinél ez ül is, akkor valószínűleg ő nem fog ránk szavazni, de hogy mi ki akarunk lépni ebből az állandó görcsből, hogy már nem merünk kimondani semmit, mert úristen, hogy fogják kiforgatni, hogy az egész politika értelmét veszti. Úgyhogy mi a másik reformkorban, a 2RK-ban ezt a legelején levettük a saját vállunkról. Ezért is fogalmaztam kis színpadról. Tudjuk azt, hogy egy csomó ember számára majd teljesen torzan, vagy más módon, vagy unszimpatikus módon fog megjelenni, elfogadjuk. De hiszünk abban, és ez igazából szerintem ez a kulcs gondolat. Hiszünk abban, hogy van Magyarországon, és talán nem is olyan kevés, mint amennyi most tűnik jelen pillanatban, annyi polgári gondolkodású, józan, higgadt, kompromisszumkész politikára váró ember, akik képesek egy politikai közösséget föltenni a térképre. Mi ebben hiszünk, ezt az alternatívát próbáljuk megképezni a magyar közéletben. Amióta van egy új pártja, azóta vannak új, viszonylag új toposzok. Polgárosodás, új közéleti kultúra. Jó néhányat itt már szóba is hozott, tehát hűséges ebből a szempontból a mondani való. Az értelmes és higgadt vita. Az például az, amit a saját alelnöktársával folytat. Remélem. Nem, mert hogy önmagunkkal vitatkozni, vagy egy körön belül vitatkozni, ez a buborékon belüli vita. Tehát azok végül megsimogatjuk egymás buci fejét, hogy neked is igazad van, meg nekem. Nem, most az a fajta vita nem létezik, ami a két oldal között van. Igaz, de azért hagyj tiltakozzak egy picit. Tehát szerintem az, hogy egy politikai pártnak két vezetője, a két arca lényegében fogalmazhatok így is, nyilvánosan vállal egy vitát, azt nem buksisi magatásnak nevezném, hanem politikai bátorságnak, és azzal való szembenézésnek, hogy így is lehet. És mi azt szoktuk mondani, hogy olyan országot tud valaki építeni, amilyen pártot épít. Tehát amikor az MSZP volt kormányon 2002 és 2010 között, akkor azért volt olyan kaotikus az ország, mert maga az MSZP is egy kaotikus párt volt. Most azért élünk egy autokrata országban, 2010 után, mert a Fidesz is egy autokrata párt. Tehát lényegében ez, én úgy szoktam fogalmazni, ha tisztelt választópolgár nem tudja, hogy most szavazzak erre a pártra vagy sem, mert nem tudom, hogy mit fog csinálni kormányon, akkor erre van egy megoldó kulcsom a számára. Nézze meg, hogy a párt hogyan működik belül. És nagy valószínűséggel azt a modellt fogja, amiben belül szocializálódott, azt fogja az országon is végrehajtani. És mi egy olyan pártot szeretnénk építeni, ahol vannak közös ügyek, mert van 9 közös ügyünk, amiben ugyanazt gondoljuk. Nyilván van egy csomó dolog, amit az élet dob elénk, és abban is próbálunk közös álláspontot megfogalmazni, és vannak kérdések, amiben megvállaljuk, hogy vitát folytatunk. Az egyik, amit mond rendszeresen, az a szakmai hitelesség kérdése. Ami ugye pont az ön esetében egy nagyon nehéz dolog, mert azt megint meg kell szerezni. Tehát valaki megváltozott, mást képvisel, mint amit kötnek hozzá, aki vonaszavazó volt 2018 előtt, most nem is tudja, hogy ezzel mit kezdjen talán, és megy egy másik párt irányába, amiről már beszélgettünk is, ezt a szakmai hitelességet ön hogy tudja megszerezni ismét? Hát
szerintem nem nekem kell csupán megszereznem. És hát ez egy nagyon fontos... Önvezeti a pártot, azért az elkerülhetetlen, hogy önnek... Persze, hívják. Nem is akarom ezt a kérdést megkerülni, csak szerintem fontos itt hozzátenni, hogy egyrészt nem Jobbik utód párt a másik reformkor, szerintem, legalábbis nem ez a mi érzésvilágunk önmagunkkal kapcsolatban. És ami nagyon fontos, hogy én vagyok az arca, én vagyok az elnöke, nyilván én vagyok az ismert személy, aki a közéleti viták terébe tudom helyezni jelen pillanatban a 2RK-t, de az eltökélt szándékunk az, hogy minél több új arcot megjelenítsünk, és én nem véletlenül gyűjtöttem magam köré egy nagyon fiatal csapatot. És én alig várom már, hogy őket meg tudjuk mutatni az országnak. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és valamiféle mentor szerepet is vállalok ebben a pártban, a pártelnökségnek a klasszikus szerepköre mellett, tehát hogy próbálom őket felkészíteni arra, ami rájuk vár, nem lesz egyszerű. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy én hogyan tudom, hát próbálom a legjobb tudásom szerint végezni a dolgomat, tudom, hogy ez ilyen közhely, de most erre ilyen nagyon csoda receptet nem tudok mondani. Erre mennyi ideje van? Mennyi türelme van ennek a pártnak, a vezetésnek, a megválasztott alelnököknek, a tagoknak, nem tudom mennyien vannak? Hát hány évet tudnak abba belerakni, hogy a közösség, amelyiket képviselni akarják, ezt el is higgye? Hogy számolnak? Hát hosszú távon tervezünk. Tehát hogy úgy fogalmaztunk, hogy nem 4 években, hanem a 21. században gondolkodunk, és mivel a tagjaink 70-80% fiatal, és azt hiszem, hogy a szavazóinknak is nagy része fiatal, vagy a támogatóinak is, nyilván szeretnénk minél több időset és középkorosztálybelit is megszólítani, és szerintem lesz is sok ilyen szavazónk, de azért ez valahol azért látszik, hogy itt a fiataloknak van egy politikai alternatíva lehetőség. A találkozásain is látszik, igen, tehát igen. Most járja az országot. Így van. Ott így is van. A fiatalok vannak jelen? Így van, így van. Tehát miközben bennünket most néznek a nézők, én éppen Kaposváron vagyok. Ezért vettük fel kora délután. Igen, Kaposváron vagyok, és tartok egy közösségi estet az irántunk érdeklődőknek, és nagy valószínűség szerint jobbára fiatalok lesznek ott. Az mit üzen egy pártvezetőnek, hogy a fiatalok kíváncsiakra? Nagyon inspirális, akkor ez még az előző kérdésre is válasz, hogy mennyi időnk van erre, meg mennyi energiát tudunk beletenni. Most csak a saját személyemről beszélek. Engem nagyon inspirál, és nagyon sok erővel tölt el. Tehát fárasztó nyilván, de amennyit kivesz, annak a kétszeresét adja vissza az az érzés, hogy amikor az ember azt érzi, hogy megszólította a fiatalokat. Szerintem nyilván a politikának a legjobb érzés a politikában, amikor valami nagyon szép választási eredményt ér el egy párt. Nyilván ez a csúcsa, úgymond a csúcsélmény a politikában. De a mindennapokban kevés jobb érzés van szerintem, vagy legalábbis számomra, amikor azt érzi valaki, hogy olyan távlatokat tud nyitni, olyan reményt tud adni, vagy olyan jövőképet tud felmutatni, ami megszólítja azokat a fiatalokat, akik ma Magyarországon nem feltétlenül érzik magukat otthon. Nagyon sok fiatal hagyja az országot, és nagyon sok fiatalnak a jövőképe az, hogy elhagyja Magyarországot. A reformkor, ugye ezzel hozott létre egy alapítványt, ezzel hozott létre egy pártot, azzal példálozni persze elegáns, művelt, cizellált dolog, de nem egy tömegpárt. Mondani valója. Így van. A reformkorhoz, hogy értsük, hogy az mi volt, ahhoz nyilván kell egyfajta tudás, egyfajta ismeretanyag. Másfelől meg ugye a reformkor a közös többszörös megtalálásáról is szólt. Arról, hogy mi a nemzet, mi a haza, hogy képzeljük a közös jövőnket, hogy képzeljük a saját nyelvünket. Ez egy nagyon furcsa időszak volt. Pont ez nincs itt ma meg. Igen, de pont a kérdésben volt benne a válasz is. Tehát, hogy ide kellene eljutnunk. Tehát, hogy oda, most de ilyen nagyon akarod eljutni? Egyedül? Hogyan? Egyedül akarod eljutni? Hát a saját közösségével, vagy vinni azokat is, akik ma nem állnak szóba, sem önnel, sem egymással? Igen, és nyilván az egész országot meg kell szólítani. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy amit mi képviselünk, az nem egy ideológia, hanem egy politikai szemlélet, reformkoriságnak neveztük, mert nem találtuk a politológia könyvekben ennek a nevét. És ennek pont az a lényege, hogy konszenzusokra törekedni, kompromisszumokra törekedni, nyilvános vitákat, valódi érdemi vitákat folytatni. Tehát az igaz, hogy a reformkorról szükséges valamiféle tudás, de én annyiból ezt egy picit vitatnám, hogy azért mégis az embereknek az érzéseit, ha megnézzük, akár kellő történelmi ismeretek nélkül is, a reformkor kapcsán szerintem van egy ilyen kollektív, pozitív érzület a magyar társadalomban. Tehát, hogyha kimegyünk az utcára, és random megszólítunk embereket, és megkérdezzük őket arról, hogy mi a véleménye az elmúlt 30 évről, a Kádár rendszerről, a Horthy rendszerről, akkor nagyon
szétágazó véleményeket, pozitív és negatív véleményeket fogunk hallani. Ha megkérdezzük tőlük, hogy mi a véleménye a reformkorról, akkor van egy ilyen hú, az nagyon jó volt. És a szélső baltól a szélső jobbik. Tehát, hogy mi azért... Hát, hogy könnyű, hogy senki nem emlékszik már rá csak a történetekből. Ugye, amiről közeli élményeink vannak, na az a megosztó igazán. Oké, de hogyha mondjuk korábbra is visszamegyünk, azokról is megosztó véleményeink vannak. Tehát mi úgy éreztük, hogy kerestük azt a történelmi fogódzót, hogy mi az, aminek mi az örökösei vagyunk. Mi a mi legközelebbi közös osztunk. És amiben mindannyian megegyezünk, és 200 évet kellett visszamenni. Ugye ezt csak itt zárójelbe teszem hozzá, hogy 2025-ben lesz 200 éves a reformkor kezdete. Tehát, hogy egy évforduló felé közelítünk, bár vannak történészek, akik a 32-es országgyűlés, az 1832-es országgyűléshez kapcsolják, de azért többsége a történészeknek, vagy a közvéleménynek 1825-hez is Széchenyi ugye, beszédéhez kapcsolja ezt a pillanatot. Szóval nagyon-nagyon távol állunk ettől, de azért valahol az érzésvilágunkban egy ilyen szunnyadó reményként ott van bennünk, és én tudom azt, és látom itt szerkesztő úron is ez ügyben, hogy a szkepszist, hogy nagyon távol állunk ettől, és hogy nagyon-nagyon nem arról szól a Magyarország, amit a reformkoriság jelent, de hogy miért baj az, hogyha egy politikai párt idealista? Miért baj az, hogyha egy politikai párt kitűz célokat? Én megfordítanám ezt. Miért megy valaki a politikába, akinek nincsenek ilyen céljai? Tehát, miért akar politizálni az, akinek nincs semmi olyan vezérlő csillaga, vagy útiránya, ami valami jobb országot teremtene? Az ambíció előre visz. Ugye, ha ezt így most nagyon komolyan vesszük, és nagyon szó szerint fordítjuk le, akkor a társadalom megváltoztatása az ambíciója. Így van. Nem kicsi. Van viszont néhány ügy, amit nagyon konkrétan meghatároztak. A fiatalok életkezdésének támogatása, az egészségügyi prevenció kiterjesztése és jó néhány ilyen. Ezek nagyon jól hangzó mondatok. Ezeket hogyan lehet úgy megtölteni tartalommal, hogy az ember nem, hogy ellenzékben van, még parlamentben sincs. Tehát most lehet mondani bármit, de majd egyszer számon kérhető is lehet akár. Igen, de erre törekszünk, hogyha valaki végignézi az ügyeinket, és az abban megfogalmazott javaslatainkat, akkor kevés olyat fog találni, sőt, szerintem egyáltalán nem fog olyat találni, ami valami nagyon populista, megvalósítatatlan ígéret lenne. Tehát idealisták vagyunk, de közben nagyon pragmatikusak is akarunk lenni, és olyan ígéreteket, vagy olyan javaslatokat, olyan programpontokat fogalmazunk meg, ami szerintünk megvalósítható. Tehát például, ha már itt folyik a vita arról, hogy milyen legyen a fővárosi választás, ugye, hogy nézzen ki a fővárosi képviselőtestület most éppen ugye a... Igen, listás szavazás legyen, vagy sem. Igen. A mi javaslatunk a pártmentes önkormányzatiság. Ezt mondja a Jobbik is. Ennyire nem maradhatott volna a Jobbikban is. Nem, a Jobbik nem ezt mondja. A Jobbik valami hibrid megoldást javasol, ami inkább nekem az egy picit maszatolás. A mi álláspontunk nagyon egyértelmű, politikai párt ne lehessen jelölő szervezet az önkormányzati választáson. Tehát ezt vegyük ki ezt a képletből. Csak a civilek? Csak a civilek. Na de a civilek életét teszi tönkre éppen az a kormányzati rendelet és törvény halmaz, amelyik szinte velük szemben fogalmazza meg önmagát. És meg is lehet tenni ezt a civilekkel sem, és a Magyarországon, mert nincs olyan erős civil szféra, amelyiktől tartania kellene a kormánynak, hogy fellép a javaslatához. Hát ezek összefüggnek, így van, hát persze. De hogyha a pártmentes önkormányzatiság és az ország minden településén civil szervezetek indulhatnak, akkor nem azt mondom, hogy egyik pillanatról a másikra, de évről évre és ciklusról ciklusra egyre erősebb civil szervezetek alakulnak, erősödnek meg, bontakoznak ki Magyarországon, és kialakulhat egy olyan civil kurázsi, amellyel a politikának számolnia kell. És ha ebből a szemszögből nézzük, hogy most a polgármesterek alkossák-e a fővárosi testület többségét, ahogy a jelenlegi rendszerben van, vagy ahogy most a Mi Hazánk által benyújtott, de azért a Fidesz szagú javaslat. Ön is amely... úgy gondolja, hogy ezt nem a Mi Hazánk írt azt a törvényjavaslatot? Hát ugye a Mi Hazánknak szerintem a fővárosban a reményei azok, hogy mondjuk ebben az esetben egy képviselőt, vagy max. Kettőt bejuttathat. A Mi Hazánknak sokkal fontosabb a parlamenti javaslata. És mégis, ha megnézzük a két javaslatot, ez a fővárosi javaslat nagyon ki van dolgozva, agyon van kodifikálva, tehát mintha már egy minisztérium dolgozta volna ki, most nem akarok ilyen konteókat gyártani, de nagyon alaposan és nagyon jól ki van dolgozva. A számukra szerintem fontosabb parlamenti javaslat, az meg egy ilyen egyszerű kis határozati javaslat. Sora. Hát az meg egy határozati javaslatként el van intézve. Nekem ez egy picit olyan fura volt, de most mindegy is, teljesen mindegy, mert maga a javaslat a lényeg. Szóval, hogyha
civil szervezetek a jelölő szervezetek, akkor végül is mindegy. Tehát, hogy én egyszer csak azt akarom mondani, hogy igazából én mind a két javaslat, vagy mind a két koncepció mellett tudnék érvelni. Tehát amellett is lehet érvelni, hogy a polgármesterek alkossák a fővárost, meg amellett is, hogy legyen egy arányosabb választás, ahol a induló szervezetek arányosan képviselik magukat a képviselőtestületben, de szerintem mind a kettő akkor tud jól működni, vagy akkor tudna, hogyha nem a pártoknak a prédája lenne az egész, hanem az alapján váltogatnánk, hogy most melyik koncepció van éppen a hivatalban, ami éppen az adott kormánynak az adott pillanatban az érdeke, mert most itt erről szól ez az egész. Van még egy ilyen közhatalmi javaslatok az online népszavazás kérdése. Igen. Ön hisz a népszavazás intézményében, mint a magyar jogrendben létező dologban? Ja. Hát végül is ezek mind sikertelenek. Én hiszek, akkor ketté választanám, én hiszek a népszavazásban. Azt nem hiszem, hogy ma Magyarországon ez egy erős eszköz lenne, de hogy megint arra tudok csak utalni, hogy ez bennünket nem akadályoz meg abban, hogy a jövőképünket egy olyan jövőképként fogalmazzuk meg, ami szerintünk helyes. A mi javaslatunk arról szól, hogy online népszavazás legyen minden évben Magyarországon, minden évben három kérdésre kerüljön feltételre, egyet a mindenkori kormány, egyet a mindenkori ellenzék és egyet a mindenkori civil szféra tehessen föl. És ez lényegében azt jelenteni, hogy térben és időben kiszélesedne a politika. Mert hogy nem csak a kormánypárti javaslatok jelenhetnének meg, nem csak négy évente lenne beleszólása az embereknek a politikában, hanem minden évben mindenki lényegében a közéletbe bekapcsolta. Hát a kormány erre azt mondja, hogy engem négy évre megválasztottak, azt a programot választották meg, amit én megígértem nekik, most azt hagyják végigcsinálni. Ja, csinálja végig, de közben szembesüljön azzal a mindenkori kormány, hogy vannak népszavazások, online népszavazások, és a 21. században ez 0 forintból megvalósítható, nem kell már a konzultációs híveket nem tudom hány milliárd forintból kinyomtatni, szétszórni, hanem azt nem mondom, hogy 0 forintból meg kell nyilván egy informatikai rendszer hozzá, de nagyon olcsón meg tudjuk ezt valósítani, és szerintem az országnak jót tenne, hogyha pezsgőbb, reformkoribb lenne ezáltal a közélet, és ha már itt vagyunk, akkor megint egy kis reklámot hagy szúrjak be, mert hogy jövő héten, hétfőtől, december 11-e és 16-a között, tehát hétfőtől szombatig indítunk egy ilyen online népszavazást. Ezt most még nyilván, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, vadasan, tehát ennek még nincs sajnos jogi kötelező ereje, de mégis ettől függetlenül szerintünk egy fontos eszköz. Mi a kérdés? A pártmentes önkormányzatiság. És ez azért nagyon fontos, mert most éppen aktuálissá teszi ez a parlament előtt lévő két javaslat, ami jól mutatja azt, hogy az önkormányzatok valójában a pártok számára prédának számítanak. Ki tud megszerezni a pozíciókat, ki tudja a másikat kiszorítani, és közben beszélünk-e Budapestről, beszélünk arról, hogy Budapesten hogyan kellene még jobb, még sikeresebb, még élhetőbb fővárost építeni. Egyáltalán nem beszélünk erről, úgyhogy arra kérek mindenkit, akinek elege van abból, hogy a pártok foggyulejtik az önkormányzatokat, az fejtse ki a véleményét az onlinenépszavazás.hu oldalon a jövő héten. Milyen villámkérdést engedjen meg a végére. Mit gondol az eutanáziáról? Ugye Kassai Dániel ügyvéd harcol most a saját jogáért és vele mindenkiért, aki úgy gondolja, hogy ez az élethez és a halálhoz való méltó jog. Ez jár neki. Én kellő szabályozás mellett eutanázia párti vagyok. Ez meglepő, ugye a jobbikos években, a jobbikos időkben, ez ha nagyon ritkán előkerült, akkor eléggé merevel utasításban részesült. Belső viták voltak mindig az eutanázia kapcsán. Nem volt a jobbikban sem ez annyira egységes, mint amennyire kifelé esetleg tűnhetett. De az én álláspontom, most szétfeszíteni, mert ugye villámkérdésekről van szó, igen, de én a politikai pályafutásom mellett azért van egy tudományos része is az életemnek, én tanatológiai munkacsoportnak vagyok a tagja, tehát halál kérdésekkel foglalkozom, hogy halállal kapcsolatos kérdésekről írtam is egy könyvet, a halálszorongás és a kultúra kapcsolatáról, úgyhogy én az elmúlást és az elmúláshoz való viszonyunkat én azt hiszem, hogy talán nem politikai szempontból közelítem meg. Na, akkor egy politikai, kifejezetten politikai kérdés, Ukrajna és az Európai Unió csatlakozásai egymáshoz. Hát én Ukrajnái az Unióhoz. Igen, nyilván, én azt nagyon veszélyesnek tartom, hogyha itt most az Európai Unió hip-hop be akarja venni Ukrajnát. Tehát ebben a kormány álláspontját tartja irányadónak? Igen, csak a kormány álláspontjában az a hiteltelen számomra, hogy ők viszont Moldovát, akinek szintén nincsenek meg a csatlakozáshoz való feltételei, már azonnal fölvenni. Tehát, hogy mint a kormánynak nem az lenne baj Ukrajnával, hogy nem felkészült, hanem azért, mert
nem Oroszországnak nem érdeke. Az, aki Oroszországnak érdeke, az a kormány szerint jöhet. Tehát, hogy itt én azt látom, hogy a kormány valójában Oroszország fejével gondolkodik az Európai Unióról is, nem Magyarország fejével. Én megpróbálok Magyarország fejével gondolkodni, és szerintem, vagy akár Európa fejével, szerintem az, hogy valaki háborúban áll, az egy nagyon sajnálatos és nagyon szomorú dolog, de ez még nem lehet ok arra, hogy megspórolva egy csatlakozási procedúrát, a csatlakozási feltételek teljesítését, valakit beemeljünk ebbe a közösségbe. Másrészt azt is érdemes lesz átgondolni, hogy majd egy Putyin utáni Oroszországgal, ha jó viszonyt akar ápolni Európa, mert tételezzük fel, hogy majd lesz egyszer egy ilyen lehetőség, vagy bízzunk benne, vagy ne adjuk fel ennek a reményét, hogy nem akkor kellene erről közösen Európai Uniónak, Ukrajnának és Oroszországnak beszélnie. Művelségi cenzus, az az írás tudatlanok, inkluzíve ugye Novák előd erről is beszél, maguk a romák ne szavazhassanak. Szerzett jogok elvételét nem tudunk támogatni. Tehát, hogy az általános és titkos választójog szerintünk az egy olyan vívmány, amit nem szabad bolygatni. És a roma szegregáció az oktatásban? Arról mit gondol? Az oktatás, ezt tekintjük most oktatási kérdésnek. Igen, de ez nem csak oktatási persze, kérdés. Számunkra a cigánypolgárosodás, a roma polgárosodás a jelszó. Tehát mi azt... Ahhoz oktatás kell, így igazi. Így van. Tehát ebben benne, is van, benne is van a válaszom, hogy mi ebben a válaszom. Ezt a kérdést ki kell venni a politika, hogy mondjam, kártyalapjai közül, mert hogy ez egy ilyen politikai identitás kérdéssé válik, nem pedig szakmai kérdéssé. Én el tudok olyan szituációt képzelni, szakmai szituációt, amikor éppen az az érdeke a roma gyereknek, vagy a roma gyerekeknek, hogy őket külön oktassák, meg el tudok képzelni olyan szituációt, amikor az az érdeke, hogy együtt oktassák. Csak ezt ne én döntsem el, mint politikus, hanem ezt szerintem erre megvannak a megfelelő szakemberek. És az is lehet, hogy a kettő egymással párhuzamosan zajlik. Tehát, hogy valamelyik órán külön van, mert éppen olyan készségeket kell elsajátítani, ahol lemaradás van, és ez nem csak romákra igaz, hanem az hátrányos helyzetű, vagy halmozott hátrányos helyzetű gyerekekre egyaránt igaz. De hogyha a kérdést abban a formában tesszük fel, hogy a társadalom egész tekintetében integráció vagy szegregáció, akkor nyilván integráció a válaszunk. A második reformkor, mint párt, hova kell, hogy eljusson a 24-es választáson, és hova a 26-oson az ön elképzelései szerint? És akkor legyen ez a záró kérdés. Tehát az a célunk, hogy 24-ben is, és 26-ban is átlépjük az 5%-os küszöböt. Tehát az Európai Parlamentbe is küldjünk képviselőt, és a Magyarországgyűlésbe is legyen frakciónk. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm a meghívást. Vala Gábor volt a vendégünk, a második reformkör párt alakítója. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk, és velünk voltak egy hét múlva. Jövünk ezzel a műsorral újra, viszontlátásra.